két manója kíséretében érkezett meg a Mikulás a gyerekek közé. A fiatalok már nagyon várták a nagy szakállút, aki nem csak ajándékokat, de dalokat és mesét is hozott. A télapó és kísérői téli világot varázsoltak Balaton-Szentgyörgyre, a gyerekek nagy örömére. A nagyobbak testvéreiket kísérték el a programra. Kisöcsém és kisfogom is nagyon jól érezte itt magát, én is személy szerint nagyon jól éreztem magam. Itt lehetek az egész családdal, és hát nagyon nagy boldogság volt mindenkiben, hogy itt láttunk. Lemenni a falunk, megnézni a csodákat, amik ott történnek. A programon nem csak a gyerekek, hanem a Mikulás is nagyon jól érezte magát. Elmondta, ilyenkor decemberben nagyon sok a dolga, de a legnagyobb boldogság, ha találkozhat a gyerekekkel. A nagyszakállú azt is elárulta, hogy nincs rossz gyerek, legfeljebb csintalan, ezért nem hozott virgácsot senkinek. Kedvesek, aranyosak, mint a világ összes gyerek, ez mind kedves, mind jó, nincs rossz gyerek, ezt nem szabad elfelejteni. Maximum elevenek, de hát az a jó. A karácsonyi időszakban sok helyen előtérbe kerül a jótékonyság. Elsősorban a gyerekek kerülnek fókuszba, azok a fiatalok, akiknek nélkülözniük kell. Egy Balaton-Szentgyörgyi kávézó tulajdonosa is azoknak szeretett volna segíteni az akcióval, akik nem tölthetik az ünnepet szerető családban. Éppen ezért a környező gyerekotthonok lakóit vendégelték meg. Ezek a gyerekeket hívtam ide, mert ők nem családban élnek. Ők nem kapják meg azt a szeretetet, azt a melegséget, amit egy család adhat nekik. És úgy gondoltam, hogy őnekik van a legnagyobb szükségük rá. A Mikulás természetesen nem érkezett üres kézzel, mindenkinek ajándékkal kedveskedett. A fiatalok édességcsomagot, friss állatot és gyümölcsöt is kaptak. A kávézó tulajdonosa is vendégül látta a gyerekeket. A sütemények mellett egy hatalmas torta is várta őket.